igen, egyedülálló dolog, ha jól tudom, egész Romániában, ami a megyei tanács elnök jelöltségi kampányt illeti, egy ilyen 24 órás kampány, de ennek előzménye van, hiszen az rendőrsz meghirdette, hogy emberközeli kampányt tervez, minél több embert felkeresni, valamint itt Szatmári jövő ugye meghirdettük azt, hogy van egy csapat, aki akar dolgozni, tud dolgozni, képes dolgozni, van egy fiatal csapat, és ugye így is bizonyítja a fiatalságát, az erejét és a tenni akarását, hogy akár 24 órán keresztül én vállaltam azt, hogy kampányolok egész megyébe, és ezzel párhuzamosan pedig a megyei tanácsos jelöltek és a mindenhol a helyi tanácsosok a polgármester jelöltekkel együtt, pedig az egész megyét bejárjuk, minden szélét, a megyének minden szélén megjelenünk, kampányolunk, találkozunk emberekkel, tisztségviselőkkel, munkátokat látogatunk meg, tehát dolgozunk gőzelővel előre, azért, hogy a megye érdekében, a megye lakossága érdekében egy szebb jövőt építve. A következő állomás hol lesz? Igen, kezdtük ugye reggel 9-kor a piacokkal, kispiac, nagypiac, és találkoztam a Transurbán vezérigazgatójával, hiszen ott is vannak problémák, megoldásra váró feladatok. A következő megálló, most pedig Erdődre megyünk, ahol a megyei tanács által finanszírozott útmunkálatot látogatjuk meg. Onnan Érszentkirályon door-to-door lakossággal találkozó, bekopogtatni házakba, elbeszélgetni emberekkel. Tasnádon meglátogatjuk a strandot, ahol remélhetőleg az új polgármester úr, Véron Vandi barátunk vár. Mindenképpen ott fogva lenni, reméljük azt, hogy hétfőtől már még polgármesteri funkciót is betölti, valamint a helyi tanácsi csapat, strandlátogatás lesz. Utána ennél is sajnos ott nem lesz idő fürödni, bár nagyon szeretném, hogy visszatérünk rá. De mégis egy kellemes, újabb kellemes élmény fog következni, hiszen Szatmár megye híres az eper terméséről, ugye meghirdettem a megye marketingét, akkor reklámozzuk az epret, megyek halmiba epret szedni, majd hozunk a sajtónak is belőle, hogyha annyit szedünk, hogy legyen. Igen, utána az avasba a munkátokat látogatjuk meg, Mária völgyét és még egy-két települést az avasból, én jó magam beszélek, visszatérve Sárközújlakon állunk meg, Szatmáron az ifjúsági igazgatóság munkálatokat építette egy új épületre, hiszen az átadási ünnepségére érkezünk. Tovább megyünk Nagykárolyba, ahol találkozunk emberekkel, hiszen Nagykárolyi csapat utcáról utcára jár és becsatlakozunk ebbe a munkába. Mivel enni is kell, ugye Petribe lesz a vacsora a helyi tanácsos jelölt csapattal, a polgármester jelölttel. Utána pedig visszajövünk Szatmára, ahol gyárak, taxik, és még egy-két meglepetés, hogyha most mindent elmondok, akkor holnap már nem lesz érdekes híranyag. Engem egy kicsit érdekelne, hogy éjszaka mit fogtok csinálni? Velünk kell tartani, és akkor lehet látni óráról órára. Itt említettem, hogy egy gyárlátogatást, hiszen éjszaka is dolgoznak Szatmáron. Említettem azt, hogy taxisok, hiszen ők is dolgoznak. Akkor elmondom, hogy például felkeressük a Florisszál munkatársait, akik dolgoznak éjjel, a város tisztaságáért. Érkeznek éjjel vonatok hajnalba, ugye felszállok vonatra, megérkezek Szatmára vonattal, az állomás környékén fogunk lenni sokat, utána pedig szerda lesz, piaci nap, ócskosó. Még nem kaptam, csak vasárnap kaptam.